és a mosolygós képek után a gyerekeknél maradunk, csak egy picit komolyodunk, mert hogy vannak bizony olyan helyzetek, amikor a gyermeket, egy bizonyos gyermekeket az elevenségük miatt eleve úgymond hibás pedagógiával rossznak bélyegeznek meg az óvodában vagy az iskolában. Ha helyes, ha nem helyes, bármit is gondolunk erről, sajnos ez egy tény, hogy ez megtörténhet. Teisz Dóra pszichológus a vendégünk ebben a témában, akit nagy szeretettel köszöntünk. Mit tehet a szülő egy ilyen helyzetben, hogyha a gyerek mondjuk egy konkrét példával élve azzal jön haza az óvodából, hogy az egész napi ugrabugrálás után az idegileg már kissé megviselt óvónéni azt mondta neki, hogy kisfiam, te rossz vagy. Hát miután a kinyíló bicskát egy kicsit visszacsuktuk a zsebünkbe, nagyon jó tud az lenni, hogyha a gyerek mellé tudunk állni, tehát hogy biztosítjuk arról, hogy ő egészen biztosan nem rossz. De ugyanakkor az is nagyon jó, hogyha a gyerek előtt nem támadunk neki az óvónéninek, nem kezdjük el szídni, hiszen a gyerek ugye nap mint nap találkozik a pedagógussal, nap mint nap neki együtt kell vele működni, tehát hogy ez egy óriási ütközés a gyerekbe, hogyha a szülőként elkezdem szídni az ő pedagógusát. Ugyanakkor fontos lehet, hogy biztosítsam arról, hogy te nem vagy rossz. Nagyon jó az is, hogyha van a tarsolyomba a gyerek jó cselekedeteiből néhány, és akkor lehet mondani, hogy az a gyerek biztos, hogy nem rossz, aki mondjuk olyan ügyesen segített a konyhában, mint múltkor te, vagy aki olyan együttérzően vigasztalta a szomszéd kislányt, amikor leesett a bicikliről. Tehát, hogyha mondunk ilyen konkrétumokat, akkor az nagyon meggyőző tud lenni a gyerek számára. Egyáltalán létezik az, hogy a rossz gyerek, vagy ezek tulajdonképpen csak ilyen csintalanságok, kis kópéságok, vagy esetleg a tudatlanságból fakadó túlvezéreltségek? Hát én azt gondolom, hogy a gyerekek alapjába véve jók, vagy hogy van egy ilyen nagyon jó magjuk, és hogy általában a körülmények vezetik őket oda, hogy néha nem tudnak megfelelni a szabályoknak. Tehát amikor egy gyerek rossz, vagy rosszalkodik, tehát tud egy gyerek kellemetlenül viselkedni? Na azért azt hiszem, hogy ebben mindannyian együtt értünk. Nem tagadhatjuk. Igen, de hogy akkor mindig meg kell nézni, hogy miért, hogy fáradt, hogy éhes, hogy túlingerelt, hogy számára feldolgozhatatlan éppen az, ami ott történik, hogy valami nyomasztja, hogy neki most épp friss levegőre lenne szüksége, és sokat töltött bent a szobába, vagy épp egy időváltozás volt, egy időjárásváltozás, ami őt így érinti, tehát hogy alapjába véve a gyerekek jó, ha itt tudunk rájuk nézni, hogy jók, mert hogy ez a felnőtt viszonyulás akár a szülő részéről, akár a pedagógus részéről a gyereket is húzza fölfele, hogy jó akarjon lenni. Tehát gyakorlatilag ezek a pozitív példák és azok a pozitív, hát nem is tudom, biztatások, amiket ilyenkor számára visszaigazolunk, azok tudnak segíteni abban, hogy a következő alkalommal esetleg meggondolja magát, és hogyha túlpörög, akkor ne kövesse. De azért azt nem tagadhatjuk le, hogy ott történt valami. Igen. Tehát valamilyen formában csak meg kell a gyerekkel azt beszélni, hogy igen, te egyébként egy jó gyerek vagy, hiszen nem lehet rossz az, aki ilyen és ilyen jóságokra képes, de valami miatt az a szegény pedagógus is kiborult. Így van. Tehát az nagyon fontos, és örülök, hogy ez szóba került, hogy a gyerek viselkedése az lehet rossz. És arra mondhatom azt, hogy állj, ez tilos, lehet akár veszélyes is, vagy másokra fenyegető, és ez nagyon fontos határozottan leállítani. De más a gyerek jelleme, vagy az egész személyisége, tehát hogy máshogy azt mondom, hogy ez rossz, amit csinálsz, vagy ezt most hagyd abba, és máshogy azt mondom, hogy te úgy, ahogy vagy, rossz vagy, ugye érezzük a különbséget. Igen, tehát akkor ezt kell nagyon pontosan és élesen elválasztani, hogyha esetleg rossz fát tesz a tűzre a gyerek, akkor azt megértetjük vele, hogy most ez a része az, amit... Ezt nem. Ez tilos, igen. És akkor a többire kell figyelni, arra, ami a jó része. Igen. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, amikor valami idegesítőt, vagy zavarót, vagy veszélyeset művel a gyerek, persze, hogy nem erősítem meg, vagy nem dicsérem meg, hanem olyankor az a cél, hogy az minél hamarabb biztonságba kerüljön, mondjuk mindenki egy óvodai csoportba. Az milyen hatással van a gyerekre, hogyha én ezt tisztázom az óvónővel, tehát mint egy megvédem a gyereket, vagy hogyha én ezt nem tisztázom az óvónővel, hanem csak a gyerekkel beszélem meg, hogy miért nem kell ennek akkora súlyt adni, mint amekkorát ő adott első körben. Én azért azt gondolom, hogy egy ilyen elhangzik, és ezt a gyerek otthon mondja, hogy én rossz vagyok, és ezt mondták rólam, akkor ez egy olyan horderejű dolog, amit érdemes tisztáznunk a pedagógussal. És ezt azért is tartom fontosnak, mert hogy ismerem azt a mostanában egyre divatosabb jelenséget, azt mondják, hogy a szülők egyre agresszívabbak, mégis hozzám a rendelőbe úgy látszik, az agresszív szülők engem elkerülnek, inkább olyan szülők jönnek, akik félnek beszélni a pedagógussal. Tehát én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan még mindig attól tartanak, hogyha
leülnek egyáltalán beszélgetni a pedagógus, és elmondják, hogy őket mi bántja, vagy mi zavarja, az félő, hogy esetleg a pedagógus leveri a gyereken. És hogy nagyon pozitívak inkább a tapasztalataim, hogy amikor a szülőt kicsit megtámogattam abba, hogy erről muszáj beszélni a pedagógussal, ezt tudnia kell a pedagógusnak. Igen, csak nem neki támadni kell gyakorlatilag, igen, hanem megbeszélni. Van. Ugye ne felejtsük el, hogy ezek a helyzetek, főleg a kiskorban az óvodában, a gyerek olyan helyzetekkel találkozik, amivel korábban lehet, hogy még nem volt alkalma találkozni, és egyszerűen csak ő így reagálja le, mert neki nincsen mintája, hogy hogyan kellene viselkednie abban az adott helyzetben, akár egy másik csoporttársával, vagy akár az óvónővel szemben. És akkor ezt, hogyha tanítási vagy tanulási folyamatnak sikerül beállítani, hogy ez ugyanúgy, mint hogyha az ABC-t tanulná, egyszerűen megszokja azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell reagálnia. Tehát az egész egy nagy tanulási folyamat, a pedagógus is tanulja a gyerekemet. Az is lehet, hogy a gyerek ez teljesen kiderül, hogy félreértette, vagy ő máshogy élte meg a helyzetet, vagy ő pont azokra a szavakra érzékeny. Tehát, hogy fontos a pedagógusnak is tudni, hogy mit visz haza a gyerek, vagy hogyan éli meg azokat a visszajelzéseket. Hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az mondjuk rossz indulatból hangzott el, vagy pont úgy hangzott el, és hogy ilyenkor a pedagógus is kap információt arról, hogy azzal a gyerekkel hogyan lehet bánni. Mire fontos odafigyelni. Jó tudni, hogy gyakorlatilag egy tanulási folyamatnak a részesei a szülők is, a pedagógusok is, és a gyerek is, és Holtig tanul a Jópav is. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a hasznos információkat elmondta nekünk.